Sziasztok! Eljött a harmadik este, a harmadik mesével. Ebből a meséből megtudhatjuk azt is, hogy néha a legegyszerűbb dolgok a legfontosabbak az életben. Volna kedvetek meghallgatni? Igen! Igen! Akkor repüljünk együtt ma is Meseországba! Csiribú, csiribá, Niki mesetár. Na már nyílik is, egyre erősebb a varázserőtök. Úgyhogy a mesetár a mai napon egy új mesét rejteget magában. Végre! Az a címe, hogy a só. Volt egyszer egy öreg király, és annak három szép lánya. A fél lába már a koporsóban volt, ezért szerette volna őket férjhez adni. Három országa volt ennek a királynak, mind három lányra jutott hát egy-egy. De se amiképpen nincs három egyforma alma, azonképpen a három ország sem volt egyforma. Azt mondta hát a király a lányainak, hogy annak adja a legszebbiket, amelyik a legjobban szereti őt. Sorba kérdezte tőlük. Felej nekem, édes lányom, hogy szeretsz engem? Mint galamba tiszta búzát, mondta a legidősebb. Hát te, édes lányom, kérdezte a középsőt. Én úgy szeretlek, édesapám, mint forró nyárban a szellőt. Na most téged kérdezlek, fordult a legkisebbhez. Mondjad, hogy szeretsz? Úgy, édesapám, mint az emberek a sót. Mit beszélsz, te haszontalan? Fölmet rá az apja. Takarodj az udvaromból, de még az országomból is. Ne is lássalak, ha csak ennyire szeretsz. Hiába sírt, könyörgött a király kisasszony, hiába magyarázta, hogy az emberek így meg úgy szeretik a sót, nem volt kegyelem. Világgá kellett mennie. Elindult hát keserves sírás közepette, és betévedt egy rengeteg erdőbe. Szállást vert egy odvas fában, úgy érdegélt ott egymagában. Egyszer, amikor már egy esztendő is eltelt volna, arra vetődött a szomszéd királyfi, és megpillantotta a király kisasszonyt, aki rémületében beszaladt a faodrába. Utána ment a királyfi, és bekiáltott. Ki van itt? A király kisasszony meghúzódott az oduban. Reszketett, mint a nyárfa levél, és egy szó nem sok, annyit sem szólt. Erre aztán újra kérdezte a királyfi. Hé, ki van itt? Embere vagy ördög? Ha ember, jöjjön ki. Ha ördög, menjen a pokol fenekére. A király kisasszony most sem mert szólni. Hát akkor harmadszor is megkérdezte a királyfi. Hé, ki van itt? Szóljon! Embere vagy ördög, mert mindjárt lövök. De már erre megijedt szörnyen a leány, és előbújt a faodvából. Langyos, piszkos volt a ruhája, szégyelte magát nagyon, és keserves könyhullatás mögött mondta el, hogy kiféle, miféle is ő. Megtetszett a királyfinak a király kisasszony, mert akármilyen rongyos, akármilyen piszkos volt a ruhája, szép volt, az arca kellemetes. Szép gyöngéden megfogta a kezét, és hazavezette a palotájába. Ott felöltöztette aranyos, gyémántos ruhába, és két hetet sem várt, de még egyet sem, azt gondolom, hogy még egy napot sem, de talán még egy órát sem. Vendégeket hívtak, megesküdtek, és csaptak akkora lakodalmat, hogy no. Tehát múlt az idő, a fiatal pár nagy békességben élt, úgy szerették egymást, mint két galamb. Egy nap így szólt a király. No, édes Gerlicém, amikor először beszéltünk, nem igen kérdeztem, hogy miért tergetett el téged az apád, de most már tudni akarom. Mondd meg nekem a tiszta valóságot. Lelkem, uram, válaszolta a királyné. Én most sem mondhatok mást. Azt kérdezte az édesapám, hogyan szeretem őt, és én azt feleltem, hogy úgy szeretem, mint az emberek a sót. Jól van, mondta a király, kitalálok valamit, és meglátsz, biztosan megenyül édesapád szíve. Ezzel befordult a másik szobába, levelet írt az öreg királynak, és meghívta ebédre. El is ment a levél másnap.
Harmadnap jött az öreg király hat lovas hintón. Fölvezették a palotába, annak is a legszebb szobájába, ahol gazdagon meg volt már terítve az asztal két szemére. Asztalhoz ültek, az inasok hordták a finomabbnál finomabb ételeket, de a fiatal király megparancsolta, hogy az öreg király számára minden ételt külön főzzenek, süssenek, és abba sót ne tegyenek. Na ez volt csak az ebéd. Megkóstolta az öreg király a levest, merített belőle egy kanállal, kettővel, de le is tette mindjárt, nem tudta megenni, mert ez olyan sótlan volt. Gondolta magában az öreg király, hát ebből bizony kifelejtették a sót, de majd a húsok biztosan sokkal finomabbak lesznek. De nem volt abban annyi só sem, mint egy megszem. Hordták a pecsenyéket szép sorjában, vihették is vissza mindet, mert a vén király csak megnyalintotta, bele sem harapott, olyan cudar, sótlan, ízetlen volt a sok drága étel. De ezt már nem állhatta meg szó nélkül az öreg király? Hallod-e, öcsém? Hát miféle szakácsod van neked, hogy só nélkül süt főz? Sóval süt az mindig, felséges bátyám uram. Csak hogy én azt hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót. Azt parancsoltam hát neki, hogy egy mágszemnyit se tegyen az ételbe, különben a fejét vétetem. No, öcsém, ezt ugyancsak rosszul tetted, mert én erősen szeretem a sót. Kitől hallottad te azt, hogy én nem szeretem? Én bizony éppen a kegyelmed lányától, felséges bátyám uram, mondta a fiatal király. Abban a szempillantásban kinyílt az ajtó, és belépett a királyné, az öreg király legkisebbik lánya. Az öreg király, aki már rég megbánta, hogy elkergette a lányát, és azóta országvilág kerestette, most úgy megörült neki, hogy egyből neki is adta a legszebbik országát. A fiatal király pedig kezére vette ezt az országot is, és még ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak. Így volt, mese volt, amit mondtam, igaz volt. Holnap találkozunk újra.